Szojszaló Gruber páros az nagyon, hát reméljük, hogy nagyon termékeny lesz a jövőben. Ennyire gyorsan sikerült összeszoknatok? Hát igazából eddig kettőt edzettünk együtt, annyit, amennyit játszottunk. Örülök neki, hogy érzi a játékomat, én is érzem az övét. Gyors játékosról beszélünk, és hát tényleg remélem, hogy minél több gólt és gólt posztunk egymásnak készíteni. Mérkőzésben úgy álltunk be, hogy ez nem egy barátságos mérkőzés, szerettünk volna nyerni, úgy mint minden meccsen, és hát tényleg az elején úgy éreztem, hogy rájuk tudtunk menni, aztán ott kaptunk egyből egy gólt, amikor rúgtunk, és hát utána a meccs így átment egy tényleg egy barátságos meccsbe, tényleg egy-egy lett, ennyi volt a mérkőzés. Hogy tetszik a stadion? Nagyon jó, amúgy egy vidéhez tudom hasonlítani, nagyon szép, nagyon jó a pálya, és tényleg ez mindenki számára egy jó lehet itt Horvátországban, az edzőközpont is nagyon szép. Mi a következő kihívás mérkőzés számunkra? Hát ez a keddi mérkőzés lesz, hát persze szeretnénk ott is jól teljesíteni, és ez egy jótékonysági mérkőzés, de hát nyilván nem szabad veszíteni, és bele kell állni ebbe a meccsbe is, és hát szeretnénk ugye jótékony célokra felhasználni ezt a meccsből befolyó összegeket és a nézőszámot esetleg.